Barsi Ildikó 7 éve, vagyis már a kezdetek óta tanít hittant a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Az első pár esztendőben a pedagógus azt tapasztalta, hogy a gyerekeknek nagy szüksége van arra is, Jézus Krisztuson kívül, hogy önmagukról beszéljenek. Ezért aztán elvégeztem a mentálhigiénés képzést, úgyhogy mentálhigiénés lelki gondozó is vagyok. Ebből adódóan aztán nagyon sokszor az ő lelkükről is van szó. Tehát az órának általában egyharmada azzal megy el, hogy kicsit az érzelmeikről, önmagukról beszélhessenek, és akkor már figyelnek, és akkor már kíváncsiak arra, amit akarok mondani. Ez egy óriási misszió, azt gondolom, mert a gyerekek nagyon kevés kivételével nem nagyon találkoznak Jézus Krisztussal, Istennel. Volt egy olyan 12-es fiú, aki nemrég leült mellém, és óra után elmondta, hogy ő bizony, amikor 7-es volt, akkor egyáltalán nem hitt Istenben. Ma már teljesen más a helyzet benne. A szülő a legjobbat szeretné adni a gyerekének, és ha ő hisz valamiben, valakiben, akkor szeretné átadni. Nekem is van 4 gyerekem, én is szerettem volna nekik átadni ezt. És ha kicsit zavarodott a helyzet a mai világban, és esetleg nem beszélnek Istenről, nem beszélnek Jézusról, akkor a gyerek ennek fogalma sincsen, ha nem így élnek. Hajunk együtt, könyörögjön az örök atyához, szívkalomért. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Filmet nagyon ritkán nézünk. A Minden Szentek után a szenteket vettük elő. Carlo Acutist, aki 15 évesen halt meg például, ők viszont nyitottabbak már, ők az én osztályomba tartoznak, úgy az én osztályomba, én csak ilyen segítő vagyok az osztályfőnökük mellett, és ők kérték, hogy valami komolyabb filmet is nézzünk. Ezért nézzük meg Pio atya életét. Szóval ritkábban nézünk filmet, inkább beszélgetünk, és akkor a beszélgetés folyamán kerül elő a szentírás, amik itt vannak most a sarokban, és olvasunk közösen, megtanultuk használni. Vannak házi feladatok is, ritkábban, mert azt, amit szeretnék nekik adni, azt már itt magukévá teszik. Általában ilyen házi feladat, mint amit most adtam, hogy el kell gondolkodjon saját magán. Elég fiatalok, az igaz, de nagyon szeretnek gondolkodni. És nagyon szeretnek beszélgetni erről. Szeretik elmondani azt, ami bennük van. Az iskolában 5 évvel ezelőtt kialakítottak egy kápolnát is. Ez egy tanári volt, egy kis tanári, ami átalakult kápolnává. A padlóját kicserélték, és olyan képek kerültek bele, amik ide nagyon fontosak. Jézus Szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve kép, ezt a két képet még a katolikus általános iskolába készítették a gyerekek, jó pár ide jár ebbe az iskolába közülük. Azt a képet, ami a hátam mögött van, azt pedig 3 kislány készítette, Szent Istvánról csináltak egy ablakképet, kidíszítették. Oltár és tabernákulum is van a kápolnánkban, oltári szentség sajnos még nincsen, reméljük, hogy majd nem sokára az is lesz. Kisebb létszámú osztályokkal itt vannak a szentmisék, osztálymiséink vannak. Nagyobb létszámú osztályokkal vagy a termükbe, de az ritkább, inkább fönt a rajzteremben, mert az levegős, nagy. Az osztálymisén az osztály vesz részt, kivéve a reformátusok. Őnekik akkor hittanóra van, általában hittanórák keretében zajlik ez, bejön a plébánosunk, és ő mindent magyarázva tartja meg a misét. Tehát bármit tesz, mindent elmagyaráz, hogy az is értse, aki még soha nem volt szent misén. Egy fél évben egy osztály miséje van minden osztálynak. Idén az első fél évben kicsit változtattunk rajta, plébánosunk azért jön be, hogy beszélgessen kicsit velük, hogy megismerhessék őt, és a következő fél évben lesznek ezek az osztálymisék.